mai filmünk a Fekete Pont, Szimmer Bálint első mozifilmje, mely egy kellemetlen, szorongató, egyáltalán nem kívánt időutazásra invitálja a nézőket. Persze ez a film értékéből semmit sem veszel, pont hogy erre hivatott, és ezt viszi fájdalmasan, valóságosan vászonra. Nehéz erről a filmről beszélni, hiszen pár éve még ennek a rendszernek a része és elszenvedője voltam. A tanárok, diákok felé történő kommunikációjának 90%-a ismerős és sebeket tépegető, néhol bicska nyitogató. Hogy kerül a virágpor a bibére? Jó napot kívánok, itt vagyok. Hát azért ennél könnyebbet nehéz kérdezni. Ezt úgy kéne mondani, mint a vízfolyás. Na jó, hagyjuk. Akkor mentőkérdés. Fejes káposzta, tessék. A Fekete Pont a 10 éves Palkó történetéről szól, aki Berlinből hazatérve csöppen bele a sok ponton szürreális magyar oktatásba. A film első órájában az ember még nevet, persze legtöbbször kínjában, a második felében viszont már csak döbbent arccal ül a benne felszaggatott sebek és a visszatérő tehetetlenség érzésével. Az érzéssel, melybe könnyen tönkre mehet az ember akkor is, ha 10 éves, és akkor is, ha 50. A kitörő ablakoktól kezdve az ezt minden erejével megoldani próbáló tanáron keresztül az egyedi megoldásokat alkalmazó és emiatt semmibe vett tanárnőig, nem háttérbe szorítva persze minden más, ezek mellett eltörpülő, mégis égető problémát. A kitörő ablak problémája, mely a tanév elején csak szerencse, hogy nem a 2 perccel azelőtt még ott játszó gyerekekre esett, soha nem oldódik meg, mert az iskolának nincs pénze, a tankerületet pedig egyszerűen nem érdekli. Érdekli viszont, hogy egy tanárt, aki egy civil szervezet tagja, eltávolítson állásából mindenféle indoklás nélkül. Ott, amelyik be van fóliázva, látja ott fönt? A befóliázottat onnan, hogyha nézi a második emelet, a piros függöny, uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. Ott történt, hogy az az ablaküveg egyszer csak kiesett, ide erre a részre, darabokra tört, az volt a szerencse, hogy nem voltak gyerekek. Most én azt befóliáztam. Aztam a fóliát, magad tette fel? Igen. Én technikatanár vagyok, és uh-huh. így megoldottam, így van. Ez így teljesen szabálytalan, azt ugye tudja. Változtatni a karotánál nem tud változtatni, mert lenézik a módszereit, nem csak felsőbb körökben, hanem a tanári szobában is. Az egészen addig őt támogató kolléga végül kihátrál a helyzetből, hiszen elmondása szerint ebből csak nekik lehet bajuk. A tanár, aki látja, ahogy Palkót fizikailag bántalmazza egy kollégája, nem kap semmi figyelmet, mert nem követi a rendszer kőbevésett szabályait. Palkó az eset után magába fordul, ebben természetesen nagy szerepe van annak is, hogy tanári befolyásra elkezdik kiközösíteni a szabályokat ugyancsak nem követő fiatalt. Ezután a filmet megszakítja egy iskolai előadás, mely átvitt értelemben az egész helyzetet hivatott szimbolizálni. Majd visszatérünk a rideg valóságba, ahol Palkó már senkivel sem beszél, még a hozzá kedvesen közeledő kortársával sem, illetve a segíteni akaró tanárnővel sem. Majd végül felmászik egy fára az iskola udvarán, hiszen már csak ez nyújthat segítséget számára, más úgysem mászik fel oda, hiszen a szabályok tiltják. Megérkeznek a tűzoltók, akik lehozzák a fiút, majd végül egy elnyújtott és erős jelenetben kivágják azt a fát, így minden lehetséges menekülő utat elvesznek a fiú elől. Ami igazán szomorú ebben a filmben az az, hogy mennyire valós. Minden a vászton megjelent probléma igenis jelen van a mindennapokban, beleértve a szülői értekezletet is, mely az anyagilag nem annyira tehetős szülőket helyezi középpontba. Hiszen kit érdekel, ha egy gyerek nem tud elmenni egy több napos kirándulásra, egy gyerek nem számít, így is úgy is ki lesz közösítve, nem igaz? Csak is szuperlatívuszokban tudok beszélni erről a filmről, bármennyire is nem akarom a közeljövőben újra megnézni. Ez nem a film hibája, inkább a keserű valóság, amelyben játszódik. Ha más nem is történik, talán többen és többet fogunk erről a témáról beszélni. Ha csak ennyit ér el a film, már így is többet tesz az ügyért, mint a milliárdokból készülő középszerű projektek. Ha tetszett a videó és a jövőben is érdekelnek hasonló filmes kibeszélők, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára és lájkolni ezt a videót, illetve Instagramon se felejts el bekövetni. Legközelebb találkozunk, ciao!